Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 23-áig. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit mutatnak a képek, megemlíteném azt, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, amit megrendelhettek e-mailen keresztül. Ez minden hónapban jön automatikusan, van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és mindazoknak, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, havonta van egy kedvezmény, egy jóslás asztrológiával együtt. És most elmondanám azt, hogy mit üzennek a csillagok. Április 17-e. A Hold eléri Neptun bolygót. Együtt hatnak. Itt álmokról, vágyakról, elképzelésekről, érzelmekről van szó. Ugyanezen a napon, tehát április 17-én Vénusz bolygó eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a naphoz. Itt tisztázódik valami a párkapcsolatot illetően. Április 20-a az én születésnapom. Ezen a napon van egy új hold, és ez az új hold, tehát a nap és a hold találkozik a kos jegyében, és elérik Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót. A nap és a hold a kos jegyében természetesen az indiai számítás szerint, és ez egy precíz számítás. Ezen a napon, amikor ez az új hold a kármikus csomót elérte, van egy nap Finsternis, amit Európából nem láthatunk. Finsternisseknél mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal kihat ránk a felfele mozgó kármikus csomó Ráhu, az jelent egy új irányt, egy új életterületet, tehát változásokat. Április 21-én a hold együtt hat Merkur bolygóval. Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, a cselekvéseket. A holdnál néha anyukáról, anyai témáról van szó, tehát beszélgetés az anyukával. A hold szimbolizálja az érzelmeket is. Az is lehet, hogy beszélni lehet, vagy beszélni kellene érzelmekről. A háttérben kicsit hangos, mert nagy vihar van, illetve olyan szeles idő van most itt Mallorca szigetén, és itt az ajtón van ez a függöny, amit a szél így mozgat, úgy hangzik, mint a korbács lenne, de azért remélem nem zavarja a felvételt. Április 22-én és 23-án a hold eléri a hiádokat és a plejádokat. A hiádok és a plejádok szemben állnak egymással. Mindkettő, a hiádok is, és a plejádok is, azok az Atlasz Istennek a lányai, tehát a féltestvérek. A plejádok testvérek, a hiádok szintén testvérek, de így együtt a féltestvérek. De ez a mitológiában van így leírva. A hiádok és a plejádok itt szemben vannak egymással, és együtt képezik az arany kaput. A hold átmegy most ezen az arany kapun.
Persze a hold kihat a napjainkra, tehát érezni fogjuk ezt az energiát, és itt mindig döntésekről van szó. Én mindig össze szoktam hasonlítani Holle anyu meséjével, itt ennél az arany kapunál mi döntünk, hogy melyik irányba tekintünk, hiszünk valamiben, vagy feladunk mindent, mi vagyunk az arany Mari, vagy mi vagyunk a szutykos Mari, attól függően, hogy melyik irányba tekintünk. Ezek lehetnek döntések is. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt ez a torony jelenthet korlátozásokat. De ez a korlátozás elmúlik, hiszen a kasza elvágja a tornyot. És a gólyák jelentik a változásokat, a gyermek utal egy új kezdetre, ami szerencsét hoz, és az utak jelentik a döntéseket, vagy találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt megjelennek az egerek, és segítenek, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek felfalják ezt a tornyot. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ez le lesz zárva. Itt vannak a változások, a mozgás, előre mennek az események, és a virágcsokor jelent egy kellemes hírt. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a társad itt van melletted, persze utal a férfiakra is. Ez nagyon jó, ez a közelség, hiszen megvan ez a közeledés, megvan a bizalom. A probléma csupán az, hogy más irányba tekintetek. A hölgy balra, a férfi jobbra. Tehát más témák foglalkoztatnak jelenleg benneteket. Itt látható a hölgy előtt a mozgás, de az egerek ebből is el tudnak távolítani valamit, akkor azt jelenti, ha te egy hölgy vagy, úgy érzed, nem mennek előre a dolgok. Vagy vársz arra, hogy valaki vagy ő közeledjen hozzád, és itt az egerek jelenthetik ezt a félelmet, és hogy nem hiszel ebben, hanem úgy érzed, úgysem fog jönni, tehát feladod ezeket a dolgokat. De lesznek változások, hiszen a gólyák erre utalnak, és itt van ez a könnyűség, a vidámság, a kommunikáció. Sőt, mellette megjelenik a park, a nyilvánosság, és a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, de mivel az egerek itt zavarják ezeket a képeket, ez jelentheti azt, hogy úgy érzed, most bekapcsoltam kávéfőzőgép, ez az automatikus kávéfőzőgép, és tisztít mindent. Lehet, hogy nem véletlen, és jelentheti azt is, hogy most bizonyos dolgok kitisztulnak majd. Na, mit mutatnak még a képek? Tehát itt a mozgás, de az egerek kiválthatnak félelmeket, amikor úgy érzed, hogy nem mennek előre a dolgok. Itt a nyilvánosságon mások látják a te szépségedet, de te nem hiszel ebben. Te nem gondolsz erre, hogy sikereid vannak, vagy mások téged olyan gyönyörűnek látnak. Te más irányba tekintesz. Inkább úgy látható, hogy itt még vannak félelmek, bizonytalanságok, néha még fogva érzed magad ebben a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiútat, egy megoldást. De bíz a jövőben, hiszen látható a változás, az új kezdet és a szerencse. Azon kívül a férfi ott van mellette, ott van a közeledben, és visszatér hozzád, jönni fog. Ez jelenti ez a gyűrű, és itt van a hajó, a remény. Azon kívül ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, vagy egy meghívást, hogy tervez veled egy nyaralást. Itt a férfi alatt
Ez a kereszt veled is egy vonalban van, tehát kihat mindkettőtökre, ez jelentheti a hitet, a bizalmat, vagy a döntéseket. Amikor elérkeztek a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, ugyanúgy, mint az utaknál is jelent fontos döntéseket. Erről beszélni fogtok, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, és itt van a hír, azon kívül ez a lilium virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, vagy azt is, hogy itt tisztázódik kettőtök között valami. Itt van a szerencse, az új kezdet, a kapcsolat, a remény, és a sors utatok újra kereszteződik, tehát minden jóra fordul, de ő látja így a dolgokat, tehát ő fogja ezeket a döntéseket hozni, ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, legyen meg ez a bizalom, hogy ő úgy magától majd jönni fog, rendezi a dolgokat. Itt a gólya és a kislány jelenthet egy kisbabának a születését is. Ha nem nálad, akkor lehet, hogy a környezetben is jön ez a hír, hogy itt lesz majd hamarosan egy kisbaba. És ez volt a heti jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderám!